elkezdjük a beszélgetést. Ez a 76. éskvartett, és én nem biztos, hogy eljöttem volna, hogy, ha így esik az eső, de végül is mégis. Kálmán Gábor könyvéről fogunk beszélgetni, a harmadik könyve, a Janek a Kornél szép élete. És ebben a felállásban most utoljára ősszel majd új csapat lesz. Beszélgető társaim Bazsányi Sándor, Arató László és Bárány Tibor, én pedig Károlyi Csaba vagyok, a kvartetteknek a moderátora és szervezője. Kérem, hogy pontozzanak, minden széken van egy cetli. És hogyha van kedvük, akkor adjanak egy pontszámot erre a könyvre 1-től 10-ig, írják rá a cetlire a nevüket, vagy egy jelszót, és dobját be kérem abban a dobozban, ami ott van a Tibornál a pultnál. És a végén a pontozók között ki fogunk sorsolni, nem is egy, hanem három könyvet, viszont nem abból, amiről ősszel fogunk beszélgetni, mert fogalmam sincs, hogy miről fogunk ősszel először beszélgetni, hanem az Élet és Irodalom legújabb kiadványából, ez az első oldalnak a 6. kötetéből, Váncsa Kovács Megyesi publicisztikáiból elhoztam gyorsan három példát a szerkesztőségből, hogy legyen mit kisorsolni. Úgyhogy ezt fogjuk kisorsolni. Kíváncsi vagyok a közönségpontokra, kérem, hogy tényleg adjanak egy pontot. A végén meg fogjuk mondani, a Tibor összesíti és megmondjuk a közönségpontok átlagát. Az a játék ebben, hogy vajon több lesz, vagy kevesebb, mint a mi pontjainknak az átlaga. Ez mindjárt kiderül, hogy az mennyi. Mindenki ugye választott egy 10 pontos könyvet, ez a szokás. Bazsányi Sándor Ady Endre új versekéről adna 10 pontot. Arató László Eszterházy Péter fuvarosokjára adna 10 pontot. Bárány Tibor pedig Szoren Edina Pertújára, én meg most Mándi Ivánnak a Magukra maradtak című művére adnék 10 pontot. Én szerintem ehhez is mérhető az a pontszám, amit most adtunk. Mielőtt mondom a pontokat, még annyit kell mondanom, hogy ez tehát Kálmán Gábor harmadik könyve. Az első egy novella füzér volt, ugye a Nova című. A második már egy regény volt, a Temetés című regény, és ez a harmadik könyve szintén egy kis regény, a második és a harmadik regény összefügg, mind a kettő valahogy az apa halála körül játszódik, majd erről talán szó lesz. És akkor nincs is más dolgom, lehet, hogy elfelejtettem, nem felejtettem, akkor megmondom a pontszámainkat. Bazsányi Sándor 7 pontot adott, Arató László 6 pontot adott, Bárány Tibor is 6 pontot adott, és én pedig 7 pontot adtam. Ez nem olyan kevés, de nem is olyan nagyon sok. Ez összesen 26 pont, és a pontok átlaga az könnyű kiszámolni 6,5. Úgyhogy kérem, pontozzanak, és meglátjuk, hogy a közönség jobban vagy kevésbé szerette ezt a könyvet, mint mi. Nincs is más dolgom, mint hogy elindítsam a beszélgetést. Szokás szerint az első kör mindig arról szól, hogy ki miért adott annyi pontot, amennyi, és akkor Sanyi, arra kérlek, hogy kezdjett el, így szíves, miért adtál 7 pontot? Mint ahogy te is, de akkor elkezdem, de úgy, hogy hadd legyen kölcsön a regényről is, a Tisberi Titikárnak címét. Ez ugye az volt, hogy töredezettségmentesítés, ugye ez egy számítógépes kifejezés, amit lehet metaforikusan alkalmazni. Tehát ugye itt valami olyasmiről van szó, hogy van egy nagyon szép töredezett egzisztencia, egy történet, ahol különböző magánéleti nyűvekkel van megverve, aki ennek a regénynek a hőse. És ugye itt egy olyan feladatra vállalkozik, hogy valamiféle epikai értelemben átfordítsa ezt, megváltsa ezt a töredezettséget, és be ezt nevezhetnénk munkahipotézis, mint egy töredezés mentesítési művelet sornak, ami tulajdonképpen, ha ez a történetmondás maga a töredezettségnek a érvényes poétikai megformálása van, akkor nagyjából sikerült, illetve sikerült értem nem is. Ami nekem megnyugtató volt, a szerkezeti elrendezettség, ami kevésbé megnyugtató volt, az a beszélőnek az alakja, a stílusa, érzülete,
egy kicsit ilyen önsajnáló pátosza, ami nagyon megterheli ezt a szöveget stilálisan, és időnként még bongyolaságokhoz is vezet. Érdekes volt, hogy Csaba, te azt mondtad, hogy regény, az is van ráírva, hogy regény. Én nem tudom, hogy ez micsoda, tehát itt a műfai ügy is problémás, erről nyilván majd fogunk beszélgetni. Aztán még ilyesmi tulajdonságai van ennek a regénynek, az önmitizálásnak van egy nagyon erős igénye. Szerintem nagyon mesterkélten tudnánk csak elkerülni, hogy a víziváros szót ne emlegessük, vagy ne használjuk a beszélgetés során, vagy az íróasztal szót, meg még vannak egy-két ilyen kitüntetett mitikus súlypontjai, vagy súlypontoknak szánt. Mi volt az első Szabolcs? Víziváros. Ja, most mondtam ki másodszor, és gondolom nem utoljára. Szóval víziváros. Szóval összességében azt mondanám, hogy ez egy önmagában nagyon kíméletes prózai teljesítmény, amit lehet szeretni is, meg lehet egy kicsit csodálkozni is azon, hogy miért teszi érzületileg ilyen lakályossá ezt a szövegvilágot. Miért helyezkedik bele ilyen magától értetődő kellemmel, bájjal abba a szépen önsajnálatba, ami végig egyfajta pluszként működteti a regényt. Mondom, ezt meg lehet szeretni, én történetesen nem szerettem meg, de megértem azokat az olvasótársaimat, akik emiatt együtt tudtak működni a regénnyel. Tehát olyan érzületi toposzokon, közhelyeken élősködik, vagy azokra épül ez a regény, mint a halál, az apa, a szerelem, nem tudom én, a hiányérzet, az otthonkeresés, meg ilyesmi. Ezek jó hívó szavak, de mondom, számomra egy kicsit olyan andalítóan tették folyondárossá, vagy folyékony elfolyóvá ezt a regényt. Az elején meg azt mondtam, hogy szerkezetileg meg azért elég jól ki van találva, de ezek inkább egy ilyen furcsa feszültséget adtak ennek a könyvnek, tehát nagyjából ezzel indokolnám ezt a 7 pontot. Köszönöm. Hát akkor most nekem kell jönni, mert én is 7 pontot adtam, és nagyon köszönöm, Sanyi, hogy megértesz engem, aki szereti ezt a könyvet. És azt gondolom, hogy a félvilágirodalom ugyanezekkel a toposzokkal dolgozik, halál, apa, szerelem, az a lényeg, hogy úgy csinálja. Na most, hát, hogy regény vagy nem regény, tekintsük regénynek, egyébként most már a szerző az első kötetét is regénynek tekinti, ami tényleg nem regény, az novella, fizér, én is kényes vagyok az ilyen dolgokra, ezt el tudom fogadni regénynek. De most ez valóban egy apa regény, és valóban egy eléggé szenvelgő, magát kereső főhős, ráadásul egyeszám első személyben beszél, ugye ez egy problematikusabb dolog, az előző regény harmadik személyben volt megírva, ugye itt, amikor első személyben beszél, akkor könnyebben ráhúzzuk a narrációra, hogy esetleg szembelgő, vagy problematikus, vagy nem tetszik nekünk. Kérdés, hogy ezt jól választottál meg, vagy sem. Amit én nagyon szerettem, egész röviden, aztán lehet, hogy hosszabban fogom mondani, lehet, hogy nem, hogy itt folyamatosan annak az elodázásával van szó, hogy szembenézzünk a saját apánkkal, ezen keresztül a saját sorsunkkal és saját magunkkal, ezt folyamatosan hárítja az elbeszélő, és én azt gondolom, hogy a regény poétikájának az a trükkje, hogy hogyan, milyen módokon képes, vagy próbálja meg ezt a dolgot hárítani, hogy ne kelljen ezzel szembenézni, hogy belenézek a tükörben, és apám néz vissza. Hát ez elég szörnyű tényleg, apa az esetben, ha ez az apa olyan, amilyen ebben a regényben, hogy tudnélik, soha le se szarta a gyerekét, és különben is mindazokat a problémákat, devianciákat, életvezetési dolgokat, negatívumokat úgy gondolja nyilván az elbeszélő főhős, hogy az apától örökölte. Ebben az esetben nem van jó a tükörben nézni, minél idősebb a fiú, annál kevésbé. Nem akarom ezt hosszan, hát ha beszélünk róla, ami nekem is problematikus volt, és ezért 7 pont. Én egyébként ugye a Szoren Edila novellás kötetére 8 pontot adtam, a Tolnai Ottóra 6-ot, ehhez képest értelmezhető ez a 7 ponton, ami szerintem nagyon sok.
Három olyan dolog van, ami engem zavart, sok minden egyéb mellett. Rengeteg ismétlés van a szövegben, a korábbiakban is volt, de például a Novában ez indokolt volt, mert különböző beszélők különböző módon mondták el a történeteket, kicsit variálták. Itt a sok ismétlés már zavaró, nem mindig van funkciója, szerintem nem kellett volna ennyit. A másik dolog, hogy vannak bizonyos motivumok, amelyek nincsenek eléggé megcsinálva, vagy nem kellett volna velük előjönni, vagy jobban ki kellett volna bontani, elsősorban a ló motivum, vagy például a madárijesztő, és van még néhány ilyen, tehát az a lovas dolog, ez engem zavart, főleg, hogy a legvégén is el van helyezve, nincs kellőképpen kidolgozva az apokalipszis lovasai, és itt tovább. Stilálisan bizony vannak problémák, tehát vannak benne rossz mondatok. Én a Kosztolányi Ottlik Eszterházi prózapoétikán nevelkedtem, sajnos ezen szocializálódtam, nem a Móricz déli spirófélén, ahol lehet rossz mondatokat írni, és éppen ezért engem zavarnak a rossz mondatok. Mondok egyet a 57. oldalról. Sokként ért jeges hideg levegő, sokként ért a jeges hideg levegő, ami az 50 fokos benti hőmérséklet után odakint ért az éjszakára hirtelen leült városba. Apróság, lényegtelen dolog, de ha sok ilyen van egy szövegben, akkor az zavaró. Na hát ezért 7 pont. Ketten adtak 6 pontot, Laci és Tibi, nem tudom ki kezdi. Akkor Arató László. Furcsa nézzem magamat. Ahó. Megy. Szóval azért érzem magam furcsán, mert azok után, hogy ti 7-et adtatok, mi meg 6-ot, és eddig azért jobbára szíttátok a könyvet, és akkor utána cseréljük. Jó? Akkor én most dicsérni fogom. Aztán egy kicsit azért szírni is. Szóval a könyvben nekem nagyon tetszett ez a finom játék az idővel, tehát az időben való mozgás. Nevezetesen az, hogy itt az elbeszélt idő is változik, meg az elbeszélés ideje is. Az elbeszélő beszéd helyzete, hogy mikorról beszél, és az, hogy mikori történetet mond el. Ez nagyon ügyesen van a regényben variálgatva. Rögtön akkor azért muszáj mondanom egy negatívumot, azonban szerintem a szerző néha nem figyel oda. Tehát vannak pontatlanságok a szövegben, nem történhetett a dolog akkor, illetve amikor elmondja, akkor még nem tudhatta azt, amit elmond. Szerintem ennek nincs magasabb értelme, most még nem, de kérdésebb szívesen olvasok olyan mondatokat, amelyek egész egyszerűen összeférhetetlenek az adott megszólalási időponttal. Nem szeretem azt, hogy ki tekint a regénycselekmény utáni időbe, múlt időként. Ez sem nagyon egészen értem, hogy a 40-es évek közepei történtekről, de csak két mondatna, hogy ez folyamatosan így van, akkor rendben van. De néha előre ugrik az időben, amit nem értenek. Nem értek. Nagyon tetszenek a regényben a hőmérsékletváltások, mint regény logikai eszközök. Hol nagyon hideg van, hol nagyon meleg van. És a dolog az egy kicsit mélyebb is ennél a váltogatásnál, mert nyilván arról van szó, hogy az ember nem érzi jól magát a világban, testileg nem érzi jól magát. Ennek a lénynek, aki beszél, a világ az hol túl hideg, hol túl meleg, de soha nem kellemetlen, kellemes testhőmérsékletű, kivéve egy bizonyos tavaszi vízivárosi Dunapart éjszakán, amikor magas a vízállás. Tulajdonképpen izgalmasnak tartom, bár túlbeszéltnek a töredezettségmentesség mellett a hányás metaforikát, a hányás motivumnak a rendkívül sokszor a töredezettségmentességnél gyakrabban előforduló, egyébként rokomendor koráját. Azt gondolom, hogy itt van egy megtisztulási kényszer, ugyanakkor viszont nem tud szabadulni a hányó ember attól, amit ki kell hánynia, mert hogy üres a gyomra. De most az egészében van egy ilyen megtisztulási, sikertelen megtisztulási vágy, ami érdekes. Utolsó dolog, mert tudom, hogy tényleg, hogy hát túl vagyok a 3 percen, az az, hogy szerintem ez a regény valami fajta szikár fiziológiai realizmus próbálna, és ezt rendszeresen elrontja.
Tehát, hogy a, talán az új regénynek, Camusnek, Mésonynek a stílusa érezhető néha, tehát, hogy nem pszichológizál, de néhol meg bele pszichológizál, és néhol meg ettől a fiziológiai hőrögzítés, pánik, szívdobogás rögzítő, csak tényeket pontosan látható stílustól végtelenül eltérő, gicses, megemelt, fenkölt mondatok vannak, elsősorban a fejezet végeken. Oké, akkor az volt a dicséret, és most következik Bárány Tibor 6 pont. Én egy kicsit távolabbról kezdem, és nagyon tárgyilagos leszek. Szóval Magyarországon egy település, nem tudtam kigúglizni, hogy pontosan melyik, ahol, amire érdemes minden választásnál figyelni, mert ott az adott településen az adott választási eredmény, ez tökéletesen előre fogja jelezni az országos választási eredményeket. És nekem úgy tűnik, hogy a Kálmán Gábor első 3 könyve az minden pillanatban, amikor megjelent, tökéletesen jelezte, hogy éppen a kortárs magyar irodalomban milyen témák futnak, milyen poétikai megoldások népszerűek, ami nekem egyértelműen azt jelzi, hogy a szerző, bármennyire is egyébként azt mondja az interjúkban, hogy egy kicsit kívülálló és nem figyel az irodalmi trendekre, és nem tudom én, hogy az ő sajátos tehetsége, még nem találta meg azt a formát, ami szerintem ami hozzáillő lenne ehhez a... Mert egyébként tényleg kimondottan jó tollú és kimondottan figyelemre méltó szerzővel van dolgunk. Na most én ezt a harmadik könyvet úgy olvastam, hogy ez abba a trendbe illeszkedik, abba a kortársadalmi trendbe illeszkedik, ami hát részben a személyesség visszatérése, mai, kortárs, lehetőleg nagyvárosi környezetben, fiatal, felnőtt emberek nem találják a helyüket. Egyébként ez egy érdekes dolog, ez a trend hogyan jött vissza, tehát hogy ez nem egy nagyon új dolog. Ahol is nem is a narrációs túvályok az érdekesek a szövegben, hanem az, hogy bizonyos fiatal, vagy most már nem olyan fiatal emberek, hogyan néznek szembe a saját értelmetlen életünkkel. És én azt láttam, hogy viszont egy dolgot a Kálmán Gábor nem tudott megcsinálni ebben a könyvben, tehát ez egy koncepcionális probléma, és ez pont az ellentét annak, amit a Laci mond, vagy ugyanazt mondom másik irányból. Tudnék azt, hogy nem lehet egy ilyen szembenéző, kvázi vallomásos, prózát végigcsinálni úgy, hogy a beszélő hangnak nincsen egyetlen egy valódi gondolata saját magáról. Tehát, hogy a dologban az az érdekes, hogy miközben folyamatosan azt várnánk, hogy mondjon, valamire jöjjön rá, valahogy dolgozza föl az ő életének a traumáit, azt, hogy apa nélkül nőtt föl, és a többi, és a többi, hogy ez mind sorra elmarad, tehát, hogy tényleg semmit nem gondol a főhős, és azért maradnak belőle ezek a maníros kellemetlenségek, és hogyha az lett volna a feltételezhető szerzői szándék, vagy a regény feltételezett koncepciója, hogy itt egy üres fejű, vagy a szembenézéstől benekülő figurát ismerjünk meg belülről, hiszen első személy narrációval van dolgunk, akkor gondolni kellett volna ehelyett más dolgokról mást. Tehát érted, az a baj, hogy egyszerűen szinte semmit nem tudunk meg a figurából, vagy nem ismerünk meg a figurából, ennek következtében maradnak ezek a nagyon kellemetlen modorosságok, marad ez a hihetetlen, állandó, macsó önsajnálat, bármennyire is reflektáltnak próbálja magát mutatni, pont a reflexió hiányzik a szövegből minden egyes pillanatban. Marad ez az elképesztő szexizmus a szövegben, ami időnként már azért volt zavaró, mert hogy ezzel íróilag szoktunk valamit kezdeni, és itt ez is reflektáltanul itt van. Szóval, hogy mintha Kálmán Gábor megérezte volna azt a trendet, hogy az ilyen típusú szövegekhez első személyű elbeszélő dukál, miközben a saját feltételezett, nem tudom, koncepciójához pedig egyszerűen nem illett ez a fajta, tehát hogy egyszerűen nem tudta megcsinálni azt, tehát mondom egyszerűbben, nem első személyű narrációt kívánt volna ez a projekt, szerintem, ami a dolog háttérben volt. Tehát lássuk kívülről a főhőst, mert akkor nem zavar minket, hogy nem látjuk a gondolatait. Ha már benne vagyunk a fejében, akkor szeretnénk látni bármit, amit gondol a világra, ami legalább egy picit érdekes, vagy legalább a szövegen belül érdekes, vagy halad valahonnan valahova. Kénytelen vagyok reagálni, abszolút nem értek egyet, nagyon nem értek egyet. Egyetlen dologban egyet értek, hogy nem szerencsés az első személyű narráció. Valószínűleg jobb lett volna, ha nem első személyben beszél. A lényegben egyet értesz.
Az összes többiben nem értek egyet. Ugye a temetésben harmadik személyű volt a narráció, és szerintem az valahogy kegyetlenebb, erősebb, ütősebb volt ebből a szempontból a szöveg. De az, hogy a főhős nem gondol semmit, hát ne haragudj, egy főhősnek nem kell feltétlenül gondolni valamit, neki egy sorsa van, van egy helyzet, a helyzet az, hogy menekül. Mindig el akar menni a szembenézés elől, el akar lépni. Ugye, amikor megtudja azt, hogy az apja él, akkor elindul a városba, és akkor össze-vissza mászkál, és metrózik, meg nem tudom, mit csinál. Elmegy az Adriára, hogy majd ott nem tudom, milyen jó lesz neki, és ott próbálja majd rendezni ezeket a dolgokat. Nagyon fontosnak tartom, amit a Laci mondott, hogy állandóan arról van szó, hogy milyen az idő, hogy hideg van, meleg van. Állandóan vagy nagyon jeges, hideg, téli, mínuszos idő van, vagy pedig kánikula van. Hol van fűtés, hol nincs, akkor azt mindig tisztázzuk, hogy van-e rendes fűtés, vagy nincs rendes fűtés, felöltöztünk-e rendesen, vagy nem, vagy mit kell felvenni, meg nem tudom, micsoda. Ez mind arról szól, hogy el akarja kerülni a fontos dolgokat. Miért kell egy főhősnek valami, nem tudom milyen vízióval rendelkezni a világról? Akkor mondok egy példát Camus-nek a Közönyében. Mit gondol a főhős? A másik, hogy abszolút nem érzem macsónak a dolgot, nem érzem azt, hogy szexista volna. Ez egy vívódó férfi ember, aki különböző nőkkel találkozik, kapcsolatai vannak, hol így, hol úgy viselkedik a lányokkal vagy a nőkkel. Nem éreztem szexista. Szexistának a dolgon. De lehet, hogy téged. Víziváros sima lépony volt, mint egy felizgatott kamaszlány. Tehát, hogy... Ezt nem biztos, hogy ekkora, hogy mondjam, elánnal meg kell nevezni, hogy egy szexizmus volna, mert ez még csak az se. Tehát én azt gondolom, hogy ezek egyszerűen nyelvi trehányságok, egyszerűsítések, kihegyezések, direktségek, tehát ez a hasonlat szerintem, ez inkább nyelvileg problémás, nem pedig valamiféle ilyen akár ideológiailag, vagy nem tudom, puszta civil jó érzésből elutasítható valamiféle többről volna itt szó. De például az, hogy hideg van, vagy meleg, ez engem zavart, hogy vagy ez van, és nincs valami középértéknek. Mert itt valahogy a középértéknek a hiánya, egy kidolgozható jelenlétnek, egy olyan helynek a megtalálása, ahol esetleg még a Tibor által hiányolt önreflexió vagy önkritika is adott esetben helyet kaphatna. Noha nem ez az erőssége ennek a figurának, aki itt beszél. De például ilyeneket mond az idő, hogy úgy éreztük, amikor nagyon meleg van a Dob utcában, úgy éreztük, sosem lesz már ősz meg tél, ez a gyilkos kegyetlen nyár maradt a világ végéig. Hát innen én elég nehezen tudnék elrugaszkodni addig a magyarázatig, amit Laci adott a két szélsőség között ide-oda pingpongnaptaként pattogó egzisztenciához. Tehát ez nem, vagy nem tudom én... Minden egyes dolog valahogy így van megfogalmazva, így van helyzetbe hozva. Imádtam az időjárás jelentéseket ebben a könyvben, és hát azért, ha vagy vízivárosban hullahó. És akkor azon kívül meg nem? Tehát már Tabánban vagy a bárban már nem? Ha egyszer a vízivárosban vagyunk, akkor ott hullahó, vagy nem hullahó. Egyébként a jelenlegi májusi időjárás, én most hallottam a villamoson, hogy sose lesz már nyár. Valahogy ez elég realista, hogy szélsőségekben gondolkodik az időjárás tekintetében. Kifejezetten pozitívum a könyvnek. Szerinted? Igen, szerintem. Csak én azért próbáltam mészőzni, meg úgy regényezni, ami képtelenség. Mert azt érzem, hogy a regényíró mégis valami olyat akar csinálni, hogy a világnak csak az érzéki részét rögzíteni. Ha a regény jó lenne, akkor az lenne a nagy múmuma, szóval ebben én eredeti kísérletet látok, hogy lehet az egyes szám első személyű elbeszélőhöz egy ilyen csak lát, csak hőt érzékel, csak pánikot, csak szívritmus zavart érzékelő fiziológiai egzisztenciát rendelni.
szerintem önmagában ez egy eredeti ötlet, nem tudom, hogy megvalósítható-e. Mert ha megpróbálom pszichológiai realizmussal közelíteni, hogy olvasói földhöz ragadt olvasói beleérzéssel, akkor azt mondom, hogy mi van, elmegy 3 hétre egy hegyi házba töredezettséggel tesíteni, és 3 hétig egy szakítás tapasztalat után nem gondolkozik azon, hogy vajon miért is jött létre ez a szakítás. Tehát az a furcsa dolog, hogy kifejezetten meditációs helyzetekben van, amikor elvonul a világtól. És ezekben a meditációs helyzetekben nem meditál. Érdekes. Hanem ír. Ráadásul ír. Tehát hogy az a fajta projekt, amiről Laci beszélt, és szerintem ez egy nagyon jó indulatú olvasat, hogy itt valami, nem tudom, új regény, mésztői próza, itt van egy elbeszélő, aki csak észlel, akinek csak a kis testi diszkomfort érzéseiről és a pillanatnyi hangulatváltozásairól értesülünk, az nem mondhat olyanokat, hogy ő meg akarja ölni az apját, ami ugye azt jelenti, hogy regényben megírni az apja halálát, hogy fel akarja dolgozni. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem áll össze ez a projekt ezen a módon. És ha tényleg visszatérünk a szexizmusra, mert nyilván nem akartam kinyitni ezt a kérdést, mert én sem szeretem az ilyenfajta ideológiai kritikát, meg nem tudom, hogy micsoda. Nekem nem az a bajom vele, hogy van a szövegben néhány szexista megjegyzés, mert egy szöveg az építkezhet, tehát használhatja a szexista kliséket, irodalmi építkezésre, tehát semmi baj nincsen vele. De maga a figura, tehát most gondoljatok bele abba, hogy hogyan jelennek meg a nők, az a kevés nő ebben a könyvben. Először is mennyire tapasztalt szexuális téren, vagy mennyire nem? Mennyire volt jó nekem vele, mennyire nem? Mit szeretett ő, mit szerettem én? És ez tényleg a mélypont, amikor a házassága kezd szétmenni, és félrelép, és elmenne egy éjszakás kalandra a Szonya nevű nővel, és levetkőznek, és már majdnem elkezdenének szeretkezni, amikor besüt a nap, vagy hajnalodik, betör a fény a hálószobába, és ő hirtelen rádöbben arra, hogy ő rettenetesen magányos. Tehát éppen kilépni készül egy kapcsolatból, éppen megpróbálja ebben az értelemben megcsalni a feleségét, és mi jut eszébe erről az egészről az, hogy ő milyen rettenetesen magányos, csak is kizárólag a saját ilyen tényleg átgondolatlan, reflektálatlan érzésével foglalkozik. Tehát én nem szexista megjegyzésekről beszéltem, hanem egy ilyen nagyon mélyen szexista világképről, amivel mondom, nem az a baj, hogy megjelenik a könyvben, hanem hogy ezzel nincs, ahogy ezt szokták mondani, íróilag kezdve valami. A szexizmusról nem tudok, de a csak regisztrálástól előttő tűrhetetlen mondatokból szeretnék 2-3-at mutatni a 90. oldalon. Könnyű felemelő, semmiben ázott szét az élet. Most vagy csak rögzítek, vagy ilyeneket is mondok. A fejezet végek. 94. oldal. Ez a valami ott legbelül valahogy mindig zsúfolásig van a semmivel. Járt a fejemben, amíg felszálltam egy buszra a víziváros felé. Vagy, hát ez nem annyira, az az érzésem, hogy valamikor megtanulta, hogy a fejezetet az be kell fejezni, jól csengő mondatokkal. És ezek a jól csengő mondatok nem illenek az elbeszéli alapattitűdhöz. Ugyanilyen szép, amikor a mondat megmoccant, még néztem a tört alakot, hogy imbolyogva megindul a resti felé, a kabátján avar darabokat levegtetett a szél. És így tovább, és így tovább. Még nagyon sok ilyen van. Még egy problémát szeretnék fölni nagyon gyorsan, hogy egy meghatározott szöveghelyen azt mondja, hogy ő nagyon rossznak tartja, utálatosnak tartja a terápikus írást. Ezt mondja a 29. oldalon. Egy 40 éves női. Tehát, hogy egy nő szeretne írni. Ez is igaz. És jól elítéli. Ehhez képest ez a könyv elég nehezen nem nevezhető, egy elég nehéz azt megoldani, mert nem nevezett terápikus írásnak, ráadásul sajnos a 188. oldalon a szerző maga is terápikus írásnak nevezi. Na most ezt lehet termékeny ellentmondásnak felfogni, de szerintem nem az.
A nőkkel való kapcsolata mögött mindig az apával való kapcsolata van. Tehát ez szerintem nagyon tudatosan és nagyon direkt módon van így csinálva. Tehát amikor például itt hajnalodik, és hazamegy, és nem történik semmi, akkor ott az van szerintem sugalmazva, nem annyi, hogy magányos, hanem arról van szó, hogy az egész életét nem tudja megoldani, ami mögött az apa problémája áll, nem pedig az, hogy éppen elválik a feleségétől. Tehát az összes a nőkkel való kapcsolataim mögött mindig ez van. És én ezért szeretem nagyon ezt a könyvet, mert mániákusan, folyamatosan az apa problémára koncentrál, akkor is, amikor a nőkkel való viszonyáról van szó. És én végig így olvastam a könyvet, hogy ez egy apa regény, ahol ugye történik a hőssel ez meg az, elutazik ide meg oda, hideg van meg meleg van, jönnek a nők, mennek a nők, de a hátterében mindig az apa van. És van egy jelenet, amit kénytelen vagyok kiemelni, a legvégén van, amikor ugye mégiscsak meglátogatja a haldokló apját egy szlovákiai elfekvőben, és akkor ott van egy nagyon-nagyon durva, nagyon kegyetlen jelenet, amikor az apa kérdezgeti, és ő nagyon keményen válaszol neki, kegyetlenül. Az szerintem egy zseniálisan jó jelenet, nem olyan jó olvasni, mert nagyon kemény, de ez mutatja, hogy akár a párbeszédekben, akár a reflexióban az az egy oldal, az szerintem ez egy 10 pontos oldal, 196. oldal. Jó, csak közben ott van azért az is, amit a Balajti Ágnes olyan szépen leírt a Szépirodalmi Figyelőben, a kritikájában, hogy sajnos ebben a könyvben ez a hát mindenről az apám tehet, apa nélkül nőttem föl, tönkreteszi az életemet, ez olyan, ez semmi más, mint egy önfelmentő ideológia a főhős számára. Ne haragudj, hogy egyszerűen nem így van, nem arról van szó, hogy mindenről az apa tehet, hanem arról van szó, hogy nekem egy ilyen életem van, ez történt velem. Nem az apa tehet róla, nem is én tehetek hát róla, hanem ez a sorsom. Ez a sorsom, nem én tehetek róla, és innentől fogva ezt hívjuk úgy, hogy önfelmentés, amivel megint nincs baj, mert most nem emberekről beszélgetünk, akiknek a tetteik morálisan van akarjuk ítélni, hanem egy regény szereplőről beszélünk, de hogy innentől fogva ez a figura egy ellenszenves, nyavajgó pöcs lesz, mint ahogy tényleg az is ebben a könyvben. És ezzel szerintem írójának kell valamit kezdeni, mert hogyha az a cél, hogy egy ilyen végtelenül ellenszenves figurával találkozzunk a szövegben, akkor én ne legyek már bizonytalan abban, hogy ez volt-e a cél. Tehát akkor legyen egyértelmű, tehát hogy akkor értsen meg, igen, hogy itt nem elrontva lett valami, tehát hogy nem a projekttel nem működik valami, hanem hogy ezt a figurát, és mondjuk akkor ez a regény részben erről a fajta elképesztően tipikus ilyen macsó, patriarchális, önfelmentő stratégia működéséről szól. De attól félek, hogy ez nem szándékosan van itt. Azt hiszem, hogy azért nem kell ezzel semmit kezdeni, mert az állításod nem igaz. Az, hogy ez egy önfelmentő, ellenszenves pöcs lenne, szerintem nem az, és hogyha nem az, akkor ezzel nem is kell semmit kezdeni. Szerintem abszolút félreolvasod az egész könyvet. Én nem tartom ezt a elbeszélő főhőst ellenszenves figurának. Emlékszem, mi volt az utolsó pont, amikor úgy döntött, hogy akkor most már tényleg akkor elköltözik Emmától? Emmának valamit az írásról magyaráztam, mondott valami olyasmit, hogy miért nem veszed észre, hogy a szart sem érdekel, amit írsz, akkor megszületett bennem az elhatározás. Mi a probléma? Ja, semmi. Akkor megbeszéltük. Tehát szerintem függetlenül attól, hogy szerethető vagy ellenszenves maga a karakter, és hogy akarjuk ezt akár egzisztenciálisan, vagy akár etikailag minősíteni, ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon ilyen lukacsos alak, egy lukacsos karakter, aki egy ilyen jól működtethető klisékből, nagyotmondásokból, kihegyezettségekből, folyamatos apára hivatkozásokból, meg egyebekből könnyen működtethető, hogy mondjam, regény beszédre vagy a nyelvre fekszik rá, és úszik végig szépen, ez a szó, hogy szép, ez is nagyon élik ide, benne is van a címbe. Tehát még az előző két könyve az olyan jó kis feszes címei voltak, Nova, Temetés. És akkor most ide dobja nekünk erre, az egyébként is egy kicsit olyan gicses, vagy nem is tudom túl. Tehát a könyv direktsége, ez nagyon jól élik a borító is, tehát ide dobja nekünk ezt a címet, hogy Janek a Kornél szép élete,
amire ugye te is, Csaba, a kritikádban mondtad, nem tud nem eszünkbe jutni Krúdinak a Rezetek házmérsz épülete című könyve, ahol működik ez a szépség, ambíció a maga érzéki világszerűségében, jól működik. Nem értem, hogy ez mi akar lenni. Tehát ez a Krúdi-féle túls világnak egy olyan felhígított, lukacsos, mondjuk így pótléka, ezt csak azért mondom, mert hogy annyira direkten ráutal ez a cím. Ezt én sem értettem, hogy milyen viszonya van a Krúdival. Olyan, nem tudom én, kognitív diszonanciát tesz be a fejembe, hogy csak ennek vonatkozásában tudom ennek fényében vagy árnyékában olvasni ezt a könyvet és keresni, hogy akkor ez most mi a fene. Egyébként szerintem Laci, te mindig regénynek nevezted, Csaba is regénynek nevezte. Tibor, te minek nevezted? Én valójában... Elvenyszerves pöcsnek. Az, hogy valójában nem tudom, 15-20 éve a magyar irodalomkritikát egy ilyen hihetetlenül lázba hozza az a kérdés regényekkel kapcsolatban, hogy most ezek elbeszélés tüzér, vagy már regény, és engem, én vagy soha nem éreztem meg ebben a kérdésben a nagy izgalmat. Nekem van bajom ezzel a napkönyvnek a szerkezetével is, mert én azt láttam, hogy van benne néhány nagyon jól működő tárca novella. Tehát az első novella szerintem majdnem tökéletes. Én akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó könyv lesz. Az egy nagyon jól megcsinált tárca novella, tényleg ilyen picit krimis, ilyen tarantinos road movie, mennek az autóban, egymás számára nagyjából ismeretlen emberek, és megpróbálnak egy pisztolyt bedobni a folyóba, ami tökéletesen kezdődik. Az egy nagyon jó tárca novella, és még utána is van, szerintem a szív helye, ugye amikor elmegy először, nem tudom, hogy először, de amikor elmegy a hideg pusztában meditálni, majd közben regényt ír, ott legalább maga a metafora, ami ugye az egész novellát életre hívta, az iszonyú szellemes. Tehát én ilyenek miatt adtam neki 6 pontot, tehát van benne néhány, szerintem még a napszúrásos tárca novella is, tehát a Kotori. Tehát még az is tulajdonképpen rendben van, tehát hogy vannak benne tárca novellák, van benne egy-két novella, amit nem szívesen hívnék tárca novellának, nyilván néz a pontos határt megmondani, sima novella meg tárca novella között, de valahogy a poénra írtság, vagy nem tudom, azt neveztem tárca novellának, mert azt képzeltem, hogy elfér az és rovatában. Nem tudom, ezek mind hosszabbak. Értem, de attól még elférhetne, hogyha az rész egy kicsit mostagabb lenne. És van benne néhány novella, meg van benne néhány valóban regényfejezet. És ezért, tehát én azt mondanám, akkor ha mindenképpen muszáj, akkor ez inkább regény, de nekem ez a szerkezet sem tetszett. Tehát, hogy voltak ilyen, amire azt mondanánk, hogy olyan epizód egy hosszú sorozatban, ahol a szálakat kell elvarni, csak igazgatni kell a dolgokat, tehát egyszerűen vannak benne ilyen fejezetek, egyszerűen nem működnének. Egy mondatot hadd mondjak, Laci, aztán átadom, mert nekem van még egy perverzió, mert nekem nagyon tetszik ez a borító. Szerintem ez egy remek borító. Tudom, hogy nem értünk egyet, nem baj, de még abban a szempontból is egy mondatot szeretnék mondani, Hrabka Tibor tervezte, mint általában a Kaligram borítókat, és az egy nagy pozitívuma ennek a borítónak, hogy a borítótervező ismeri a regényt. Tudja, hogy abban mi van, és hihetetlen finom rájátszások vannak a borítón, a fülön, a szövegre, ami azért nem gyakori. Ha ismerni a regényt, akkor egy picsogó önimádó, aki a felnőtt férfi nézne velünk szembe, és mutogatna valahova mással, ő tehet az ilyen összes nyomoromról. Na ismét. Hál' Istennek nem így olvasta a könyvet. Mivel annyira kegyetlenek vagytok, ezért a csak azért is mást mondok reflexe beindul benne, hogy már az elején is megvolt. Egyrészt én is nagyszerűnek tartom azt a beszélgetést, azt azért 10 pontos egy oldalt. Ugyanis ott ugye arról van szó, hogy az apa, a Rákos apa halálos ágyán megkérdezi a nagyon rég nem látott fiától többek között azt, hogy Pesten laksz vagy Budán? És a fiú azt mondja, hogy Pesten, noha a Vizévárosban Budán lakik. Most ez egy bosszú és apagyilkosság. Egy nagyon finom, a srácnak egy birtoka van, egyetlen egy dolog, amihez kötődik, ez a Vizéváros, és amikor az apának pofájába vágja azt ezzel, hogy nincs közöd az életemhez, az szerintem egy nagyon finoman
nagyon visszafogottan megírt alkotjogosság és bosszú. Tehát ez az ember ez szerintem tehetséges, és ez ebben a könyvben is kiderül. Nagyon egyetértek Tiborral azzal, hogy abban, hogy az első novella, ez a Szabadulás a pisztolytól, nem ez a címe, de erről szól, ez egy remek, zseniális novella. Egy hibája valamint is egy helyen meg van mondva, hogy a pisztoly, amitől nem tud szabadulni az elbeszélő, az az életének a terhe. Ezt nem kellett volna belerágni a szájunkba, de amúgy igen, és én regénynek érzem ezt a könyvet, mert például hát ez egy nagyon-nagyon ügyes szerkezet, hogy a regény a nevelőapám halálával indul, és a valódi apám halálával zár. És ezen el lehet kezdeni gondolkodni, hogy hogy is van ez, hogy az életem azért nem az enyém, mert egy nevelőapa mellett nőttem föl, és aztán tényleg visszatalálok ahhoz az apához, akit gyűlölök. Amúgy túlzottan gyűlölöm, tehát itt nekem problémái vannak az aparegénnyel. Nem szeretem, hogy ez aparegény, ahogy te olvasod, és nem szeretem, hogy a szerző is annak akarja olvasni. Ez az 5 éves koromban elvesztettem az apát, ez egy óriási trauma tényleg, de valahogy egy picit túl van írva, valamint szerintem pszichológiailag ez a nőkhöz való kapcsolódásának zavartsága nem így működik, amennyire az én pszichológiai ismereteim erről leckét tudnak felmondani. Az ilyen korai apavesztésre nagyon sok nő jellemző, és nem a hosszú női kapcsolatok. Tehát egész egyszerűen azt gondolom, pszichoanalitikus szempontból, hogy ez egy téves diagnózis. És sok ilyen pszichológiai problémát látok benne. Másrészt hát egy kicsit tágítva, ez egy veszteségtapasztalat regény. Ugye ezeknek a nők elvesztés, az apa elvesztés, a nő elvesztés, tehát azt gondolom, hogy egy kicsit tágítva az apa regényén. És a harmadik veszteség az ugye, hát maga a soha nem birtokolt helyelvesztés. Ugye van egy rész, ez az önsajnálati regényként való kezelésbe is beleillik, ugye, hogy megtudjuk, hogy kisebbségi véznanyan vattestű, és az anyja neveli. És valószínűleg a regény egészének ebből a háromszoros handicapből való gazdálkodás az, amiről ez a regény szól. Sok helyen ügyetlenül, sok helyen nem ügyetlenül, szerintem azért regény egyébként, én úgy érzem, mert következetes az idővel való játéka. Tehát az nem egyszerűen novella fűzér kérdés, hogy hol az Emma utáni átmeneti szakaszról van szó, hol a Dita elvesztési utáni szakaszról, és hogy ezek különböző időpontból vannak elmondva. Tehát azt gondolom, hogy maga az időjáték, az egy koncepciózusabb végiggondolt nagy szerkezet, és nem egyszerűen novellák. És egy utolsó dolog, amit mondani szeretnék feltéve, ha eszembe jut, de azt hiszem, hogy most éppen nem jut eszembe, hogy engem is bosszantott ez, hogy nem értettem a címet, mert lehet ironikusan olvasni, mennyire nem szép ez az élet, és nagyon próbáltam megérteni, hogy mi akar lenni, hogy hogyan utal Krugira, azt mondja egy kicsit a mozgással, tehát hogy ez egy vándor figura, mind a Szimbádok és mind a Redőrök. Ez a másik pedig, hogy van egy tája, és hát azt gondolom, hogy a víziváros az a nyírség, vagy a nyírség az a víziváros, tehát nem túl direkt módon is, és nem hiszem, hogy szerencsés módon, de ha nagyon akarom, akkor meg tudom magamnak magyarázni, hogy ennek még köze Krugihoz. Még akartam egy kicsit látni. Én csak egy mondatot, hogy ez a nevelő apa sem nagyon neveli, tehát ez is olyan, hogy azzal sincsen semmi különösebb kapcsolata. És azért ennek a jelenetnek csak a végét hadd mondjam, hogy szeretném, ha időnként meglátogatnám, hogy a haldokló apa, a kirákos beteg nem foglak. Nem fűztem hozzá magyarázatot. Tehát, hogy itt egyszerűen nem puszta kegyetlenségről van szó, hanem egy racionálisan végiggondolt életvezetésről, hogy minek látogassam én ezt az embert. Tehát nem azért, mert bántani akarom, hanem azért, mert meg akarom magamat ettől óvni, vagy az egész mindent meg akarom, mert minek? Semmi közöm hozzá. Egyszer korábban találkoznak, az egy nagyon érdekes találkozás, amikor valami útlevél miatt haza kell mennie. Ugye egy szlovákiai fiúról van szó, hazamegy valami miatt, és akkor ott véletlenül találkoznak, amit a Laci is említett. Egy pillanatosan kérdez tőle ilyen egészen vad dolgokat, hogy hogy áll a nőkkel meg ilyenek.
sajnos. Még egy kicsit ez a regény, nem regény kérdése, tehát amit Laci erénynek, illetve nem erénynek mondtál pont, hogy nem annak mondtál, ezek a poentírozások vagy kihegyezettségek, ezek a megformáltságok, ezek eléggé lezárják, elszigetelik egymástól így is strukturálisan ezeket a szövegeket, kicsit úgy, mint mondjuk a Jó Palucokban vagy az Esti Kornél című kötetben, ahol le vannak zárva külön egységek, noha áthallások, akár ellentmondásokkal terelt áthallások, megfigyeltük a könyvek között, vagy nem tudom, például ilyen szempontból meg regény Dickensnek a Pickwick Clubja, ahol ott mi történik, mindig van egy banális kis történet, egy kis probléma, amit egy derék férfi társaság megold, Pickwick Club úrék, és aztán végén puncsot isznak. De ennek van egy olyan jó kis mechanikus regényszerűség, hogy az regény. Én ebben nem érzem azt a fajta, hogy mondjam, nyitottságot a kerekre, túlkerekre kalapált formák között, ami alapján én egyfajta regényszerűséget éreznék ebben a könyvben. És a címre még visszatérve, hát itt tényleg egyetlen funkciója van ennek, ez a szép szó. Tehát nem szép az élet, viszont olyan szépen el van magyarázva itt mindenféle trauma, hogy például nem tudom én a szőlőhegyen aztán mondja, hogy az apja megerőszakolja a barátnőjét, igen, a barátnőjét, akivel akkor szakított. Tehát itt ki van minden szépen dolgozva, szépen, könnyen, és szerintem lukacsosan, felületesen. De megértem azokat a mondó ember és olvasótársaknak, akik ilyen típusú szépségekre vágynak. Köszi. Szóval, hogy csak egy mondat, hogy ez azért kicsit ironikus ez a cím, hogy szép élete volna ennek a Janek a Kornélnak, mert hát tulajdonképpen minden élet szép a maga módján. És ez is elmondható ennek a könyvnek a kapcsán. Abszolút. Én is mindenkit megértek, de hogy én akkor kezdtem először gyanakodni, aztán sajnos elaludt ez a gyanú, hogy itt talán mégiscsak kezd valamit ezzel az elképesztő figurával, elképesztően rendszeresen és felszínesen megcsinált figurával a szöveg, amikor ezt a vízváros mitológiát olvastam újból és újból. Tehát ugye ez annyira fals, annyira, hogy mondjam, tehát talán azt is a Valéri Ágnes mondta, de lehet, hogy nem ő, hogy olykor a főhős gesztusai, tehát egy komikus hatást keltenek, és ez feltetőleg nem a szöveg vagy a szerző intenciójából fakad, tehát hogy nem vele nevetünk, nem a könyvvel nevetünk, hanem a főhősön, de ezt a víziváros mitológiát, meg amikor rosszul lesz attól, hogy elhagyja a víziváros környékét, és hogy úristen a külvárosból szintén élnek emberek, meg még az is lehet, hogy nem tudom, meg lehet őket simogatni, vagy ez ilyen egészen félelmetesen megijedett, egész rémület tölti el, hogy eltávolodott egy vízivárosból, ő, aki ugye egy szlovák faluból származik, tehát meg ugye értitek, az egész nem stimmel, tehát hogy nem, a mi tapasztalatunk szerint egyik budapesti kerület, hogy egyik budapesti, hogy hívják ezt, nincs, nem volt város, város ez sem így működik, víziváros meg pláne nem így működik, és ezt mindenki, tehát egyszerűen kulturálisan nem ez nincsenek kulturális nyoma, hogy víziváros ilyen lenne. Én azt gondoltam, hogy ez egy szándékos túlhúzása, tehát tényleg már ilyen ironikus gesztusa a könyvnek, csak sajnos nem láttam más nyomát, tehát attól félek, az a nagy régületemre azt kellett tapasztalnom, hogy lehet, hogy ez itt komolyan van gondolva. Ez olyan anakronizmus, mint budálakni világérzület, nem tudom, hogy nem világnézet, hanem inkább világhangulat mondjuk. Tehát ez szerintem manapság már tényleg egy kicsit fals, akárhogyan is ügyeskedik valaki ennek megfordulása. Amikor Márai ezt mondta. Nem biztos, hogy akkor az volt. Hát, a jó ért tudja. Na jó, ez a regényében mondta a elbeszélő. Jó, egyébként, hogyha egy figura mondja, akkor az egész más. Most csak elvileg vetném föl azt a problémát, hogy ha tegyük föl egy regényben ellenszenves a főhős, és ráadásul ő az elbeszélő, ez hogy függ össze azzal, hogy az a regény jó vagy nem jó? Sehogy. Egyetértek. Nem az a baj vele, hogy ellenszenves a főhős, hanem az a baj vele, hogy nem tudom, hogy azért ellenszenves, mert szándékosan ilyenre van megcsinálva, vagy azért ellenszenves, mert nincs jól megcsinálva. És én nekem, hogy mindenhogy a szöveget olvasom, sajnos az utóbbira hajlok.
Értem. Volna egy utolsó kérdésem, mert nagyon megy az idő, vagy Laci valamit nagyon szeretné, de akkor... Védő mondatot szeretik elmondani, de akkor lehet. Amit én nem tartok jónak, de azért látok benne értékeket. Ezt a víziváros mitológiát, miközben túl van csinálva, Modoros, egy picit szeretném megvédeni. Ugyanis nem egy faluból jön, hanem egy panelvárosból. Igen. És azt gondolom, hogy a panelváros és az omladozó-romladozó régi városrész közötti ellentét, Bérház, az egy értelmes ellentét. Tehát az egyik az a klasszikus otthonlasság, a rideg beton, a másik pedig az egy ilyen emberi barlang vagy emberi lakhelyszerűség. Mitikus, meg túl van csinálva, de azért ha komolyan veszük, hogy honnan jön, akkor ez nem értelmetlen szerintem. Igen, meg ugye ez a panel, tehát az apa az egy panel proli nyilván. Csúnya szót, bocsánat, de hát értjük. És a fiú szándékosan igyekszik elegánsan öltözni, még a piacra is úgy megy le a 40 fokba, amikor halat vesznek, hogy nadrág, ing, zakó. Tehát ez is egy tudatos dolog, tehát ha ezeket így végignéznénk, én nem szeretem ezeket a pszichológizálásokat, mert a Grecsó Krisztián Vera című új regényéről két kiváló pszichológus közül az egyik azt mondta, hogy 11 éves gyerek ilyen nem lehet, ez ki van zárva, másik kiváló pszichológus azt mondta, hogy egy 11 éves gyerek pont ilyen. Köszönöm szépen. Erősítve az egyik mindkettőjüket. Igen. Utolsó kérdés, hogy szabad-e kérdeznem, hogy az előző regényhez, a temetéshez képest milyen ez az új könyv? Úgy tudom, hogy olvastátok azt is, és ugye hát összefügg a kettő már csak az apa probléma miatt, meg ebben az újban ugye utal is arra, hogy amikor megy az Adriai tengerpartra, akkor írja gyakorlatilag az előző regénynek azt a jelenetét, ami ugye arról szól, hogy az apát eltemetik. Tehát, hogy a kettő viszonya milyen szerint? Én, hogyha valamit értékeltem ebben a könyvben, valamit értékeltem, tehát most a jó hangulat kedvéért ugye nagyon hevesen vitatkoztunk, én látom értékét, vagy erényeit is ennek a könyvnek, de én például ezt a játékot nagyon jónak és szellemesnek és átgondoltnak találtam. Ami ugye arról szól, hogy az előző könyv, ami ugye egy nagyon határozottan személytelen elbeszélő alkalmaz harmadik személy elbeszélővel van dolgunk, az tényleg ilyen nagyon redukált, picit egzisztencialista regényre vagy prózára hasonlító szöveg, hogy ezt most valahogy visz, tehát hogy valahogy beleírjuk saját magunkat, az egyik regényt beleírjuk a másikba, tehát ilyen metaleptikusan magára halljuk az életmű, szerintem nagyon, nagyon helyes és nagyon jó, és megint egy elképesztő gonoszságot fog mondani, amit majd ne írjál le, csak identére mondok, hogy szerintem az egy annyira rossz könyv, tehát hogy az tényleg a temetésnél, én nem tudom, hogy olvastam már rosszabb könyvet az utóbbi időben. Biztosan olvastál, csak nem emlékszem. Igen, akkor emlékezetesen rosszat. Tehát ez tényleg valami nagyon mélyen nem sikerült. Hogy itt tulajdonképpen ez egy ilyen fölmentést kap ez a regény. Hogy ez valójában csak egy ilyen pszichológiai munka volt. Hiába mondja azt, elbeszél, hogy elutasítja ezt a... Önmagunkon dolgozunk írás közben, tehát azért végülis az volt az a könyv, amivel megölte az apját, amivel egy nagy traumát, minthogyha földolgozott volna. Tehát, hogy mintha kivezette volna az irodalomból azt a könyvet, és nekem ez is tetszett, ezt tényleg nehogy leírt. Ennyire nem akarom bántani ezt. Le fogom írni, ha már elmondtad, akkor sajnos leírom. Csak ennek a közönségnek tartom. Micsoda remek utazás, leírás van abban a könyvben, a temetésben, ahogy megy a vonatok. Az első 30 évben az atmoszférája. De most itt meg akartalak dicsérni, mert kezdtél jókat mondani, de... Hogy mondjak most én is egy jót, illetve hát végig jót, tehát ennél jobbat mondjak. Tehát te mondtad az utazás atmoszféráját, én meg arra emlékszem vissza, hogy a könyvnek az utolsó harmadában vagy a második felében én emlékezetem szerint úgy kvázi diderektem, együtt diderektem olvasás közben ott a hideg, hát mindig hideg téli szanatóriumban játszódó résznél. Itt sosem, tehát sem melegem nem volt, se nem fáztam. Tehát ott ez, amit az előtte kiemeltél a vonatutazás kapcsán, az atmoszféra, az szerintem ott a hideg, a túlzó hideg ábrázolásban is rendesen megvolt oldva. Itt ezek inkább ilyen
ilyen, hogy mondjam, ilyen tikkelésszerű motorizmusok ebben a könyvben. Nem akarok vicceskedni, de mikor olvastad a temetést, milyen hónapban? Nem emlékszem, ezért azt mondom, hogy augusztusban. Oké, rendben van, mert most ebben a májusban ugye olvasni ezt a könyvet, persze, hogy az embernek se idegesen van. Szerintem nagyon kiválóak abban a regényben is, és ebben a regényben is a hő viszonyoknak a leírásai. Ez nekem nagyon tetszik, sajnos én talán vagyok tízszer elmondom. Igen. Jó, én azt szeretem mondani, hogy szerintem az egy rendesebben megcsinált, kevésbé üvöltő problémákat mutató regény, számomra érdektelenebb. Jó, ez nem jó végszó lesz. Most nem találtam ki végszó. Azt gondoltam, hogy ez lesz a végszó, de akkor nem ez lesz a végszó. Össze kutyulod egy kicsit, mint az idegen a könyve. Jó, oké. Tibi, beléd szorult valami? Mondj egy jó végszó. Légy szíves. Berentibor pozitívat fogod. De valójában én elmondtam már minden pozitívat, tehát hogy vannak benne nagyon jó tárcanovellák, szerintem a szerző kimondottan tehetséges, én nagyon kíváncsi vagyok a következő könyvére, nagyon remélem, hogy az ő sajátos tehetsége meg fogja találni a megfelelő formát. Egyébként szerintem a Novo az elég rendben lévő könyv volt, ott valahogy a magyar irodalom akkori állapota, meg a szerzőnek a saját projektje az volt, szerencsésen találkozott, és ez sem elviselhetetlenül rossz könyv, csak valahogy azt a fajta reflektáltságot, amit egy ilyen szövegtől elvárunk, azt valahogy nem mutatja, és valószínűleg tényleg azért nem mutatja, mert lehet, hogy a szerzőnek egyszerűen az ilyen ütős, rövid prózához, és azon belül is főleg a tárca novellához van érzéke. A Nova az első könyv egyébként tényleg egy nekem nagyon tetsző, kiváló novella füzér volt, ami egy fiktív szlovákiai falu történeteit írta meg, és ebből tényleg nagyon sok van, tehát az nagyon trendi volt, mert ugye most van ilyen a Milbacher Roberttől kezdve a Kis Tibor Noén keresztül, Csernaszabó, Grecsó, stb. Rengetegen írtak hasonlót. Hát akkor most ez lesz a rossz végszó. Legközelebb ősszel folytatjuk a kvartettet új felállásban, erről majd tájékoztatni fogunk mindenkit az ÉS-ben, az Íróboltjában, Facebookon, honlapon, mindenhol, és... Hogy mondjak egy jó végszót, a kedvenc hasonlatomat, hogy mondjam el, mert ez szerintem tényleg tökéletes hasonlat. Amikor azt írja az előbeszél, hogy estére könnyű hópor szórta be a város ritkásan, ahogy séfek szólják sópehelyjel a közepesen véresre sütött húsokat elegáns éttermekben. Ez pont az, amikor a szöveg jól működik, mert van benne önirónia, elképesztően modoros hasonlat, és közben mégis látható erejű, szerintem ezek a jó pillanatai a könyvnek. Jó, hely, ez a végszó, és akkor megköszönöm beszélgető társaimnak, Bazsányi Sándornak, Alató Lászlónak és Bálint Tibornak az egész éves közös gonoszkodást és vitatkozást és jókedvet és együttlétet és mindenfélét, a közösségnek a jelenlétet, és akkor most az lesz, hogy megmondjuk a közönségpontokat. Köszönöm szépen. Jó, hely, 7,2, az bizony... Hát akkor most már jó, nem baj, azért még nyerni lehet, de már ide most már nem fogjuk hozzászámolni. Lényeg az, hogy... Ja igen, újra számoljuk az egész, mert óvás van? Nincs. Jó, akkor nem számoljuk újra. Tehát 7,2, ami ugye... Magasabb, mint a miénk, mert az 6,5. És akkor most három könyvünk van ebből az első oldalból, úgyhogy akkor, mivel három zenésztársam van, igen, egyszerű, mind a hárman kihúznak egy-egy centlit. Pontot ne olvassák, hogy csak a kicsit. Én már készülöm. Igen. Sanyi? Rúzsa Ida, meg kettő is össze. Jó, hely, akkor egy könyv már is. Parancsolj. Laci? Nincs, itt csak a pocában. Hát akkor ez alapján nem fog menni. Akkor húzz egy másikat, légy szíves. Hát nevet vagy én, valamit rá kell írni, mert... Gara Tícia. Tícia egy könyv. Köszi. És akkor még egy lesz? Mónika, és te egy betű.
Monika is kap egy könyvet. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, ezt le fogom írni, jövő pénteken benne lesz az ÉS-ben, és az azután következő hétfőn a YouTube-on is fönt lesz az Írók Boltja csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltál, minden jót!